Sziasztok! Az ezt megelőző videónkat Baltorról, a szánhúzó kutyáról készítettük el, amiben igyekeztünk nektek bemutatni Baltó életét. Rendkívül sok üzenetet kaptunk, amiben azt kértétek, hogy beszéljünk az 1925-ös Serum Run, vagy magyarul Serum Futás másik hőséről, Togorról is, akiről pár évvel ezelőtt a Disney is filmet készített Willem Dafoe főszereplésével. Foglalkozzunk tehát ebben a részben Togóval, és járjunk utána annak, hogy ki is volt ő valójában. A videó második felében arról sem feledkezünk majd el, hogy megpróbáljuk értékelni Baltó és Togó szerepét az 1925-ös eseményekben, főként a ti kérdéseitek függvényében. Mielőtt nekivágnánk, kérjük, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, nektek ez egy kattintást jelent, nekünk pedig elég sokat. Mint korábban említettük már, e korszak és a két kutya történetének központi figurája a norvég Leonard Seppala, aki, habár aranyat ásni érkezett az alaszkai Nome városkába, hamar felfedeztek, hogy túl sok az aranyásó, az arany pedig kevés, vagy már elfogyott, így időben váltott és szánhúzó kutyák tenyésztésével, eladásával, bérbeadásával és képzésével foglalkozott, de hajtóként is kiválóan teljesített. Olyannyira, hogy Alaszkában az 1920-as évek elejére ő vált a legtapasztaltabbá, és kortársai nemes egyszerűséggel az út királyának nevezték. Seppala specialitása egyébként az volt, hogy szemben a nagyobb testű addig elterjedt malamut típusú szánhúzókkal, ő a könnyebb felépítésű, szikárabb, izomzatú és gyorsabb kutyákra koncentrált. Ennek érdekében észak-szibériai és orosz szánhúzókat kezdett importálni Alaszkában először, és munkavonalait, de tenyészetét is ezekre alapozta. Nos, az ő kennelében született meg Togó, mostani történetünk alanya 1913-ban. Az 1913-as év nem volt túl szerencsés Seppala számára, hiszen a megszületett alom sem lett alom. Togó testvérek nélkül született, egyedül, és meglehetősen aprócska, beteges kiskutya volt. Akkoriban a tenyésztők vagy kutya tartók az ilyen életképtelennek tűnő kiskutyáktól rendkívül gyorsan megszabadultak. Togót azonban, akit egyébként Seppala Togó Heihachiro japán flotta generálisról nevezett el, Seppala felesége Konstanz megsajnálta és ápolni, nevelgetni kezdte. Togó így életben maradt, de eleinte nem sok örömet jelentett a gazdájának. Seppala kemény üzletemberként és kemény munkakutyásként a felnövekvő kiskutyát alkalmatlannak tartotta bármire, de főként munkára. Ráadásul a kiskutya emberi mércével mérve égetően rossz volt, óriási egóval és makacsággal megáldva. Ezért Seppala több kísérletet tett arra, hogy eladja vagy elajándékozza, mindegyik alkalommal sikertelenül Togó mindenhonnan visszatért. Végül Seppala engedett, 8 hónapos korában kezdett el foglalkozni a kutyával, és annak munkakutyává nevelésével. Számára is meglepetést jelentettek Togó képességei, amelyek egyre inkább megmutatták magukat, és valóban átlagon felülnek bizonyultak. Gyors volt, nagyon szívós volt, határozottan vezette a fogatot, és kiváló, átlagon feletti ösztönei révén jó döntéseket hozott veszélyhelyzetben is, ráadásul a kutyai átlagához mérten sokkal jobban ragaszkodott a gazdájához, Seppalához. Seppala keze alatt Togó az 1910-es évek végére kétségkívül Alaszka egyik legkiválóbb és eredményesebb szánhúzójává vált, hanem éppen a legkiválóvá. A Serum futás, azaz 1925 idején Togó már veteránnak számított 12 évével a szánhúzó kutyák között. Nem véletlen azonban, hogy Seppala ennek ellenére őt választotta a szinte lehetetlen útra induló számfogat vezérkutyájának.
előző részben részletesen beszéltünk az 1925-ös eseményekről, így ezeket nem sorolnánk fel ismét. Ha felszeretnétek idézni, a képernyő jobb felső sarkába kattintva most elérhetitek ezt a filmet. Jöjjenek inkább a leggyakrabban feltett kérdések, és válaszoljuk meg ezeket egymás után. Igaz-e, hogy Togó sokkal jobb képességű kutya volt, mint Baltó? Minden bizonnyal igaz. Ezt megerősítik az egykori források, de erről Seppala is több helyen írt. Az is igaz azonban, hogy míg Togó Seppalához kötődött teljes mértékben, addig Baltó az őt bérbevevő hajtóhoz, Gunnar Kassenhez. Igaz-e, hogy Togó sokkal hosszabb és nehezebb utat tett meg 1925-ben, mint Baltó? Igen, igaz. Togó útja a szérum átvételi pontra 170 mérföld volt, majd innen a leadási pontig további 91 mérföldet tettek meg, meglehetősen mostoha időjárási viszonyok között. Baltó és csapata ezzel szemben az utolsó 50 mérföldet teljesítette egy olyan hóviharban, ami miatt egyébként a mentőakciót hivatalosan átmenetileg le is állították, de erről a hajtó nem tudott. Igaz-e, hogy 1925-ös események valódi hőse Togó volt és nem Baltó? Igaz, és egyben nem igaz. A sajtó 100 évvel ezelőtt azért egy hősről írt, mert az emberek és az olvasók egyről szerettek volna hallani, nem pedig kettőről, vagy esetleg többről. Több párhuzamosan létező hős, na az már a homályos és kevésbé érdekes kategória a döntő többség számára. Hogy mennyire így van ez, és mennyire nem változott az emberi természet 100 év alatt, arra tökéletes bizonyíték például a nekünk feltett kérdések végigolvasása, hiszen majdnem mindegyik így hangzik, hogy akkor most mondjuk meg, hogy Togó vagy Baltó. Lehető legritkább esetben úgy, hogy létezett Togó és Baltó, mindenki megtette, amit kellett, kinek mi volt a szerepe, stb. Szerencsétlen fordulat természetesen, hogy az akkori sajtó csak Baltót emelte ki, pedig szegény Kázen akárhányszor kérdezték, mindig azt hangsúlyozta, hogy ez egy tím erőfeszítés volt, és mindenki megtette a magáét. No de kit érdekelt ez akkor és azóta is? Mint ahogy egyébként az sem érdekel senkit, hogy míg az ismert nevekről beszélgetünk, addig a szérummal megtett táv kétharmadát tulajdonképpen névtelen inuitok tették meg a saját fogataikkal. És végül az utolsó, megválaszolandó kérdés, amit gyakran feltettetek nekünk, igaz-e, hogy Togó kölykeiért sorbáltak a neves szánhajtók, míg Baltó kölykei meg nem érdekeltek az ég egyetű világon senkit sem? Teljes mértékben igaz, nem amiatt azonban, ami miatt ezt a kérdést általában felvetik vagy felteszik nekünk. Baltónak ugyanis nem voltak, nem lehettek kölykei, Seppala ugyanis annyira nem kedvelte a hordó mellkasú Baltót, hogy fiatal korábban kasztráltatta, hogy a vérvonala véletlenül se kerüljön vissza a kenelébe.